Maite Peróni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Orosz István, Círják Csilla, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Rátonyi Hajni, Zöld Csaba, Madarász Éva, Herman Lilla, Halász Aranka, Seres Dániel, Talmács Márta, Kerekes Andrea, Renát Zoltán, Kelemen Kata. Árva angyal. Meg akartam várni a kollégákat, de akkor kezdjük el nélkülük. Szóval az a helyzet, hogy... Juan Miguel, ez súlyos eset. A komputer tomográf eredménye ellentmond az elképzeléseimnek. Látni, hogy ha bár a tumor már eltűnt, komoly kárt okozott, és ennél fogva a műtét sokkal veszélyesebb lenne. Nem veszélyesebb lenne, hanem lehetetlen. Közeleg az igazság pillanata, és igen, nagyon izgulunk. Ne legyünk borulátóak, igenis bíznunk kell benne, hogy minden jól fog sikerülni. Igen, ezt szeretnénk. Nagyon szeretnénk bízni. De folyton azt kérdezem magamtól, mi történik, ha Maricsúj megtudja az igazat? Ha megtudja, hogy ki állt az egész mögött, hogy Juan Miguel, reméljük, hogy megérti. Ha nem érti meg, nem elég, hogy meggyűlöli Juan Miguelt, de kötve hiszem, hogy valaha megbocsát nekünk. Tudom, hogy nagyon nehéz, ahogy a tumorműtét is igen nehéz volt. De ez ezúttal egészen más. Mégis műteni akarok. A kórház dolgozójaként jogomban áll tiltakozni. Szerintem jobb, ha a páciens világtalanul él, mintha teljes mértékben... Ezt tudom, ezt én is tudom! Tudom, ha hibázunk, Maricsúj meghal, vagy ha túléli, elvesztheti az emlékeit. Jól tudom! Látja ezt, Juan Miguel? Te is látod, Izrael? Te is látod? Ez az ideg köti össze a pszichomotoros funkciókat az aggyal. És jól tudjuk, hogy ha megműtjük a páciens elmebeli állapota, könnyen károsodhat. Meg kell próbálnom. Egy dolog az emlékezet kiesés. De tisztázzuk, hogy miről is beszélünk. Kockáztatjuk, hogy a páciens megőrül. Megbalandul. Mást nem is várok az élettől. Látni akarlak, újra látni szeretnék. Csak így láthatlak. Csak így láthatom, mi lesz belőled, hogyha megnősz. Utolért a szerelem. És itt vagy nekem te. Már csak az hiányzik, hogy visszanyerjem a látásomat, és végre teljesen boldog lehetnék. Itt is van. Itt van Maricsúj. Szia, Maricsúj. Szia. Hogy vagy, Maricsúj? Rafael. Jaj, Rafael, de örülök. Szia. Szia, Maricsúj. Ó, Elza, de örülök, hogy itt vagy. Szeretnénk segíteni neked. Itt leszünk veled, jó? Igen. Nagyon hálás vagyok, hogy eljöttetek. Rengeteget jelent nekem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Maria de Jesus Velarde is egy ember a sok közül. Élhet világtalanul. Dr. Ballesteros, kérem! Egy dolog, ha valaki nem látna, de az őrület... Ilyen kockázatot nem vállalhatunk, kolléga. Ez Maricsúj szíve vágya. Szeretne újra látni. De bármilyen áron? Én szeretném beteljesíteni a vágyát, akkor is, ha fel kell vállalnom a kockázatot. Juan Miguel, kérem, hallgasson meg! Már eldöntöttem. Meg fogom műteni. Ha valaki segít nekem, örülök, de ha nem, az most azonnal távozzon, és hagyjon békén! Nem az, hogy ide jöttünk, van egy másik meglepetésünk. Komolyan? Igen. Mi az? Mondjátok már meg, tudjátok jól, hogy milyen kíváncsi vagyok, mi az? Azonnal! Ez meg ki? Én vagyok, Maricsúj, Maggie! Maggie!
Nem, komolyan ezt el sem hiszem. Végre hazajöttél az utazásból. Igen, Márics, hogy visszajöttem, de örökre. Nem mondom, tényleg nagyon jó társaságban lehetek. Itt van dr. Cisneros, a családom, a barátaim. Már csak arra várok, hogy megműtsenek, és aztán gyorsan hazamegyek Juanitóhoz, hogy teljes legyen az örömöm. Én már meghoztam a döntést. Addig nem, amíg nem beszélhetek a páciens szüleivel. És pontosan ezt fogom most tenni. De kollégák, kérem! Ez az én esetem! Attól még nincs joga a beteg életével és sorsával játszani. Főleg nem egy asszony sorsával, akit állítólag szeret. Ezt most hogy értsem? Jól emlékszem. Amikor kivette az egész tumort, azt tette, amihez kedve volt, makacskodott. És mesésen sikerült. Szerencsénk volt. De ki mondta, hogy a szerencse örökké az oldalunkra áll? Igenis, képes vagyok rá. Sajnálom. De ezúttal nem fogom veszélyeztetni a lány életét, vagy elméjének épségét. Ezúttal nem. Tehát akkor maguk vigyáztak eddig a kis Eduardóra? Carmilla nővér, úgy vélem, talán mi most kimehetnénk. Igaza van, felügyelő. Így elbúcsúzhatnak a kicsitől. Na jó, elnézést, nővér. Elbúcsúzhatunk tőle. Ez olyan borzasztó. Számunkra öröki a kisfiunk marad. Fogja egy kicsit. És köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Csak egy ideig voltunk a szüleid. De veled megismertük a legnagyobb boldogságot a föld kerekén. Áldjon meg az úr kicsikém. Tudom, hogy saját fiúkként szerették. Így igaz, Eduardo. Ő volt a gyerekünk, és most vissza kell adnunk. Higgyék el, hogy ugyanazt érezzük, amit maguk éreztek, amikor elvitték őt. Uram, azt kérdezte, hogy hálálják meg, hogy szeretetben neveltük a kis Adrián Szítót. Nos, van valami. Hát persze, amit csak akarnak, ugye, Eduardo? Hát persze. Mentsék meg, kérem. Csak ennyit tehetnek, értünk? Mi semmi mást nem szeretnénk. Csak mentsék meg a kisfiunk életét, Adrián. Jaj, Eduard Szítót. Kérem, kollégák, kérem, nyugodjanak meg! Egy beteg életéről van szó. Igen, amit dr. Ballesteros nem akar megmenteni. Akármit is mond Juan Miguel. Mivel a klinikán dolgozom, beszélek már így új szüleivel. Hát akkor beszéljünk velük. Beszéljünk velük, és mondjuk el az igazat. De egy dolog biztos, dr. Ballesteros. Készen állok megműteni már így súlyt, akkor is, ha nem asszisztál. Nos, hát ennyi minden történt velem mostanáig. Nem valami nagy mese, de hát... De azért voltak szép pillanataim is. Jaj, Maricsoly, ahogy mesélted, nagyon meglepett Juan Miguel viselkedése. Igen, de figyelj már, nem is akarok tovább beszélni erről. A legfontosabb most, hogy meg fognak műteni. Igen. És a legszebb az egészben, hogy dr. Cisneros fog megoperálni. Jaj. Engem. Hát, már én is nagyon boldog vagyok. Én meg szeretnék kérdezni valamit, Maricsoly. Igen? Ha nem nyered vissza a látásodat, mit fogsz tenni? Nos, hát mi mást? Az élet megy tovább. Folytatom a tanulást, és azt teszem, amit mindig is tettem. Segítek az elesetteknek. Ez gyönyörű gondolat, Maricsoly. Igazán csodás, amit mondasz. Hadd gratuláljak, Maricsoly. Igen, nagy bátorságra van szükség, ha így gondolkozol. Nos, rengeteg minden vár még rám. Igen? Nos, ha nem fogok újra látni, akkor el kell felejtenem Pablót. Nem értelek, Maricsoly. Hogyhogy? Igen, nem akarok örökké a terhére lenni. Épp elég baj, hogy ott leszek a családom terhére. Vagyis, szerinted a világtalan csak teher? Nem, Rafael, nem, nehogy félreérts engem. Azért mondom, mert nem köthetem magam örökké Pablo nyakába, én csak ezért gondolom ezt. De ha szeret téged, olyannak szeret, amilyen vagy, nem? De igen, de ezt nem tehetem meg vele. Pablo sikeres ember. Csodálatos ember, és ha nem láthatok, ha nem sikerül, akkor nem maradhatok vele együtt, értitek? De mi baja van Eduardítónak? Édesem, te is hallottad. Engedd, hogy Cimáro felügyelő elmondja. Biztos valami egyszerűn átha, a kicsik nagyon érzékenyek. Na jó, édesem, jobban tennénk, ha most elmennénk. Hadd foglalkozzanak Adrián Szítóval. Igen. Áldjon meg az ég, kicsikém!
te vagy a legszebb baba a világon. Mindig maradj ugyanilyen, nehogy megijeszd az új. Vagyis a szüleidet. Mi is örökké a szüleid maradunk, Adrián Szító. Ne gondold, hogy cserben hagyunk téged, Adrián Szító. Csak tudnod kell. Gyere, édesem. Azért érdekelne, hogy meggyógyult-e Adrián Szító. Úgy értem, Eduardito. Ez természetes, Adrián.